Sziasztok, itt Attila, ez pedig a Gamehalom csatorna, Yandere Simulator 1-en. Ez mi ez videója, belenéző videója, igazából az oktató részét már végigvittem, hogy ne abszolút nulláról kezdjem el a játékot. És az a helyzet egyébként, hogy kifejezetten kellemeset csalódtam. Azt hittem ez egy ilyen janky, tudjátok, ilyen nagyon indie érzetű játék lesz. Ez ellenére nem úgy tűnik. Szóval, miről szól ez a játék? Az a helyzet, hogy van egy szerelmünk, akit nem bírunk megközelíteni, ellenben viszont nem engedjük, hogy senki se közelítse meg. Szóval fogjuk és mindig megölünk mindenkit, aki a közelébe férkőzik, vagy tönkreteszük a kapcsolatukat, és hasonló dolgok. Az a helyzet, hogy én arra számítottam, hogy csak szimplán legyilkolod az embereket ebben a játékban, de nem. Egy egész rendszere van arra, hogy mikor, hány óra van, meg hasonlók. Ja, itt így vagy. Azt hittem, hogy tudom mozgatni a képernyőt. Szóval mindegy, ő itt a kedves kis főhősnőnk. Ne kérdezzétek, mi a neve, egyelőre még nem sikerült ezt megjegyeznem. Exitet tudunk. Senpai Shrine. Szóval ő a mi nagy szerelmünk, akit így meg kell védenünk a gonosz nőktől, akik meg akarják környékezni. Ezek mind Senpainak a cuccai, amiket úgy tűnik összeloptunk tőle. Bugyik. Oké. Ez a pince nekem nagyon olyan helynek tűnik, ahova így embereket tudunk rakni. Biztos vagyok benne, semmi nincs itt jelenleg, amivel tudunk interakcióba lépni, szóval szerintem ez tuti az lesz, hogy valakit el fogunk tudni kapni, és akkor le tudjuk hozni. Nice, itt vagyunk. És ott beszélgetnek Senpai és a másik hölgy. És az a feladatunk elméletileg most, hogy csak kihallgassuk őket. Ugye dönthetnénk úgy, hogy csak szimplán fogjuk, azt legyilkoljuk a fenébe a csajszit, de az elég gyanús lenne. Őszintén szóval viszont egész jól néz ki. Tehát, hogy nem figyeltem, hogy miről beszéltek. El vagyok veszve, hogy mit csináljunk, srácok, megmondom őszintén. Te néznek engem. Ott megy ott egy vita. Gossip. Csináljunk ilyen... Úristen, mennyi karakter van. Meg van egy csomó ismeretlen karakter is. Ő a csaj, akivel foglalkoznunk kell. Nem jár klubba, eléggé gyenge az önvédelme. És egy boltok csajszi. Shift Reputation. Oké, szeretik. Tegeljük. Nem tudom, hogy a tag az mit jelent. 2/1-es osztályterembe tartozik. És nem tudjuk, milyen érdeklődési köre van. Úristen, mennyi érdeklődési kör van. Szóval erről beszéltem, hogy ez a játék, ez... Ez hogyan fogalmazzak? Ez... Ja, most tudunk róla beszélgetni. És meg tudjuk kérdezni, hogy miket szeret. Aha. Szóval sokkal mélyebb játék, mint amire gondoltam. Tehát ugye már végigvittem az oktató részét a játéknak, de ott csak annyit tanít meg a játék, hogy annyit tudsz megölni valakit. Biztos nem szereti az erőszakot. Nézzük, nincs valami főzés. Ez lesz az. Ja, a főzés. Oké, most megtanultuk, hogy ő hogy érez a gossip. Tehát így a... mi az... pletykálkodást iránt. Nem tudom előhozni a... valami, nem tudom, menümet, hogy megnéz... Ó, itt van. Ötletek. Arra szükségem van. Aha. Öngyilkosság. Oké, szóval öngyilkos tud lenni a csajszi, hogyha mindenki annyira utálja. Wow. Matchmaking. Össze tudjuk hozni egy másik pasival. El tudjuk rabolni. Ki is tudjuk rugatni. Wow, van egy pár dolog, amit tudunk itt csinálni. Feladatok, fotók, idő. Itt tudjuk megnézni az információkat. Például róla, hogy meg tudjuk nézni. Oké, róla nem tudtunk meg semmit, ahogy nézem. Viszont róla szerintem annál inkább. Aha, ő olyan... nem olyan pletykálkodós. Hopp, itt van valami. Tudunk menni neki megoldani az iskolai feladatát. És akkor gondolom ezzel növelni a saját álláspontunkat így az iskolában. Mert tudjátok, ha nagyon lemegy a vélemény rólunk, akkor minket fognak megvádolni azzal, hogy gyilkolunk.
ez egy komplettebb játék, mint amire gondoltam, srácok. Ez nem fog beleférni egy videóba szerintem, hogy már most 10 perce leszek föl, pedig még nem csináltunk semmit. Be akarok jönni órára? Itt van egy táska. A táskát meg tudjuk nézni. Le tudjuk olvasni, a naplóját. Mit szeret és mit nem szeret, azt fogjuk megtudni. És tudunk róla pletykákat terjeszteni. Vagy meg tudjuk a saját ilyen kis problémáját segíteni oldani neki. Wow! Szóval, itt van előttem, azt mondja, hogy a főzés, a zenék, a kertészkedés, a macskák és a szocializáció, a beszélgetések az, amiket szeret. A dráma, az ilyen földön túli, a fotózkodás, az erőszak és az egyedüllét, amit nem szeret, és van egy titka, amit megtudtunk, hogy megölte véletlenül a legjobb barátnőjének a állatkáját. Kaja. El tudjuk lopni a kajáját. Vagy bele tudunk rakni mérget. Bele tudunk lopni. Ja, ezért tudunk cigarettát venni. Alkoholt, meg mindenfélét. Értem. Mert hogy bele tudjuk csempészni a táskájába, és le tudjuk buktatni. Hogy lemenjen a véleménye az embereknek róla. Értem. Na, most már megvan viszont, miket szeret, meg miket nem szeret. Neki kéne segíteni? Aha, most beszélünk vele erről. Elfogadjuk, megcsináljuk helyette. Javítsuk egy picit a véleményt rólunk. Péntekig úgyis rengeteg időnk van, hogy elintézzük a csajszit. Hoppa, a Student Council-ba tartozik. Szóval ide jövök, akkor meg tudom csinálni. Ezt becsukjuk. Lehetőleg ne lássanak minket. És megcsináljuk akkor helyette. Hát ezt befejeztük. Ez abszolút gyors volt. Hallod? Mi az? Azt hiszem, tudunk vele beszélni. Mi nem tetszik a... Lehet, hogy nem szabad futkározni a folyosón. Vagy csak szimplán azért figyel ránk oda, mert miért futkározunk. Halihó, megcsináltam a feladatot. Kaptunk egy darab értékelést rólunk. Tudjátok, mit csinálunk? Nem, socialize. Nem szereti az egyedül létet annyira. Olyan semleges. Viszont a zenét nagy eséllyel szereti. Ha azt mondjuk, hogy szeretjük a zenét, aha, akkor most rólunk a vélemény javult is, és egyet értett velünk, hogy ő is szereti. De bejövünk itt, mit találunk? Itt van egy ilyen doboz valami cuccokkal. Úgy tűnik, mintha el tudnám venni. Jó. Menjünk az órára, menjünk órára, figyeljetek. Nem tudom, hogy mit lehetne még csinálnunk. Annyi lehetőség van a játékban, hogy nézem, hogy elképesztő. Mi nem idevalósak vagyunk. 2-1-be tartozunk? Akkor ugyanabba az osztályba járunk, mint a riválisunk. Ja, itt volt az táskája is. Ezt jó, hogy megállapítottam, miután a táskájában nyúlkáltunk. Na most választhatunk, hogy hol... 5 pontot választhatunk, hogy elosszunk. Biológiára, kémiára, nyelvekre, fizikára, testnevelésre és pszichológiára. Oké, várjál, majdnem elrontottam. Én erre? Aha, az aztán pont. Én azt hittem, minden egyes vonal egy pontnak felel meg. De egyelőre nem úgy tűnik. Hát akkor itt aztán pakolhatunk dolgokat, tudjátok? Mit először is a fizikumunkat szerintem egy picit megküldöm. Ja, és már 1 óra van. Hát akkor csinálhattam volna még egy csomó mindent igazából. Még mielőtt leülök órára. Beszélgessek emberekkel, de nem találom el, hogy mit szeretnek csinálni. Vele tudok beszélni? Figyelj! Én nagyon úgy látom rajtad, hogy szereted az ilyen izét. Keménykedést. Harcművészeteket. Nem érdekel, mit gondolsz. LOL. Vehetünk innivalót akár. Szemetesben kotorrász. Ez nem az, amire én gondoltam. Hogy dobod el? Hogy... Nem tudom, miért venném fel egyelőre a kukát, de valamire biztos tudjuk használni. Tudunk workbench-et használni, szögek. Meg van egy screwdriver, ezt elvisszük. Úgy.
szögeket el tudjuk szintén vinni. Vettünk egy párat fel. Ha minden igaz, akkor most itt kell lennie. Aha, vannak szögeink. Nagyon jó, ezt így megállapítottuk, hogy vannak. És még veszek fel? Oké, tessék. És akkor most több lett? Nem. Szerintem úgy tekint, hogy van, az kész. Itt mit tudunk csinálni? Szög. Itt csak lerakjuk, és majd kombinálni tudjuk, ami itt van még. Szóval van ebben a játékban még craft rendszer is. It's you. Trying to intimidate me? Mi a I know you're hiding something. Igen? Tudja, hogy valamit. Don't waste your time. You don't scare me. You can fool the others, but you can't fool me. That kind of behavior is completely unacceptable. I believe that a trip to the guidance counselor is in order. Túl sokat röhögtem, és ez nem tetszett az egyik tanárnak. De érdekes, hogy a detektív nem reagált rá semmit. Mi a probléma? It should be obvious why you're here. Igen, nem szabad nevetni. You've been exhibiting some disturbing behavior. Oh wow. What's wrong? I understand what I've done wrong, and I sincerely regret my actions. I'll make sure to never act in such a manner ever again. Bocsánatot kértünk. It's refreshing to speak to a student with a respectful attitude for a change. I'm grateful for your cooperation. As long as you don't make a habit out of doing this, there won't be any problems. You're free to leave. Nem tudtam, hogy nem szabad röhögni. Lejjebb ment a reputationünk. Egy kilóval. Jesus Christ. Ezt kihagynám, hogy ez megtörténjen. Ide be tudok menni? Be tudok menni, sőt, innen... Bandage, el tudjuk venni a bandage-et. Illetve itt van egy syringe, azt is tudnánk használni. Syringe, mi az? Injekciós tű. Én nem mondó vagyok, legyen ennyi ebből a részből, figyeljetek, mert hogy... Te még fogsz beszélni? Nem? Mert körbe rohannak. Te miért állsz ott, mint hogyha így lesnéd, hogy ki mit művel? I've got my eye on you. Jó. Ó, én ezt nem mondanám, figyelj már. Ez megvan, hogy te egy ilyen öreg 30-40 éves csávó vagy, és azt mondod egy csajszinak, aki egy iskolába jár, és éppen hogy csak felnőtt, azt hiszem, de nem vagyok 100%-ig biztos benne, hogy rajtad van a szemem. Na jó, van, figyeljetek, remélem jól szórakoztatok, remélem csatlakoztok hozzám egy legközelebbi videóba is. Sajnos ebben a videóban sok mindent nem értünk el. Oké, szóval távolról figyeltük szempályt. Szóval sajnos ebben a videóban sok mindent nem értünk el. Őszintén szóval annyira részletgazdag, hogy nem gondoltam volna, hogy ennyire. Azt meg tudjuk megcsinálni, tudjátok mit? Kivágok egy csomó jelenetet, és fogom, azt kinyírom a csajszit valahol, azt meg lehetne csinálni. Azzal így meg lenne a dolog. Game, olvashatnánk mangát. Játszhatnánk videójátékot, Space Witch. Lehetek, mert ez a játék mennyire részletgazdag? Elképesztő. Na, nem bírjuk megkérni, hogy kövessen minket. Well, that's a problem. Tudod mit, akkor javítsuk a kapcsolatunkat. Na, menje! Sőt, tudod mit, maradj itt. Gossipeljünk valakiről, nem akarok gossipelni senkiről. Oké. Okay. Oké, láthatóan véresek vagyunk, ez kis probléma, semmi extra. Van egy kis vérfoltunk is. Nem tudsz órára menni, mert hogy vér. Semmi baj, pick up. Ennyire tudod cipelni. Oh jeez! De nézzetek az arcára. Jó? Oké, téged ide, mondom, lerakunk gyorsban. Ragd le! Hogy tudod ledobni? Nagyon jó.
Maradj itt! Ez micsoda lámpa? Ezt lekapcsoljuk. Van egy kis vér a teremben. Nem tudom, hol volt a felmosó cuccok. Nem látok itt lent senkit viszont. Ott van. Mertok, itt nincs esetleg, hogy másik ruha? Ó, jazz, de ezeket mire felcipelem? Nem, csak dob le. Csak dob le! Egyen meg a pici szíved! Úgy. Úgy. Hát tudjátok, még valakik elmennek kajálni, addig mi ezt így... Oké, az a mondó vagyok, hogy kész van. Ezt itt is hagyhatjuk, erre nincs szükségünk. Egy a végére, figyeljetek, sok tervezés... Oh, Jesus Christ, persze, hogy erre jössz. Csak nem jössz a női mosdóba. Választhatunk personát. Mit nézeget vajon? Egy fotót? Mert szerintem nem a telefonja. Nem látom a izét? Nem erre? Nem is erre? Arra. Oh, jeez. De látom, jó. Hát nem hiszem el, srác, de hogy teleportáltál le oda? És miért nem látlak? Oké, egy pillanatra kiszúrt minket. Nem vette észre, hogy mi történt. Tinfoil, nekünk ez kell, mert be kell csomagolnunk. Ebből a videóból sok mindent ki kell majd vágnom, amíg gondolkodok mindenfélén. Ahogy. Conceal, az mehet úgy, ne. Ó, ne, és most itt is vér van. Tek. És tudom azt csinálni vajon, hogy... ugyanazt a cuccot használni? Ezt itt. Mert egyszer már felmostam vele vért, lehet, hogy kétszer már nem lehet. Oké, felmostuk. Ezt nem kéne itt hagyni. Ezt bedobjuk egyelőre ide bentre. És becsukjuk ezt. El kéne intéznünk a ruhánkat. Csak nem tudom, hogy hol lehet. Az... Jaj, ne röhögj! Ne röhögjé! Nincs semmi baj, senki nem vette észre. Itt lesz. Itt. A női fürdős dolog. Ide jövünk, átvesszük ezt a rongyot, így né, elmegyünk lefürdeni, hogy ez megvan, átvesszük a tesi ruhát, de ezt magunkat cipeljük akkor. Tudjátok, mi a szívás? Itt vannak a srácok. Oké, okay, azt hiszem sikerült akkora távolságba elfutni tőlük, hogy ne tűnjön fel. Viszont... még majd lesz dolgunk. Re kell hoznunk a csajszit is ide. Viszont utána végeztünk. Utána ez a probléma meg van oldva. Szóval így nyírsz ki valakit rosszul. Mert ez az egyik legrosszabb esetőség, amit csinálhatsz. De milyen jó a zene. Egyébként tökre tetszik, hogyha megnézitek a fejét, lehetek, hogy tikkel. És minél jobban lemegy az elme állapota, annál jobban tikkel. És a röhögéssel lehet fölhozni. Ennyi, és most 100%-on vagyunk.
Na, akkor kapjuk fel azt a hullátot. Gyere szépen valam. Ahogy. És akkor elhozunk. Decipeli. Erre ki lehet menni? Nem, de el tudjuk rejteni akár ide a testet. Ezekbe a pontokra. De el kéne égetni. Másik irányba ki lehet menni erre felé. A detektív. Valaki kiszúr? Jesus! Jaj, ő felénk jön! Nem jó. Nem jó, fogd meg ezt. Fogd meg és kezdj el futni. Jeez, le fogunk bukni. Te felénk jössz. Nézeget minket, hogy mi történik itt. Mindjárt ide jön a másik is viszont. Nem, az nem jön ide. Te merre mész? Arra. Oké. Okay. Okay, erre átfutunk. Le a lépcsőn ott a túloldalt. És lehetőség szerint beelőztük és le tudunk menni. Aha, ez... egész jó eddig. Sajnos ott lesznek a srácok, viszont megpróbálunk kicsit távol lenni tőlük. Hát, hogy itt a falak mögött nem látnak. Nem láttak minket itt a fák mögött. Jó, senki nem vette észre, hogy éppen hozunk egy hullát elégetni. Úgyné. Itt van. Pedd elő. Úgy, azt is. Azt is bedobod, nem mintha az égetéssel szerintem az ott eltűnne, de mindegy. És most elkezdtük elégetni. Tudjátok mit? Igazából kivágom az összes részt, amit eddig csináltam, és csak ezt hagyom benne. Ez az izgalmas része, amikor ténylegesen megöltünk valakit. Most nem is tudom, most menjünk haza? Szerintem nem. Szerintem menjünk órára szimplán, mintha semmi nem történt volna. Ez kérdéses, hogy a ruhánk az nem fogja zavarni a tanárokat. Valahol van egyébként egy másik váltás ruha. Nem tudom, hol láttam. Ezt lehet föl kéne venni. Ha tud, egyébként, hogyha egy rákészülsz az ilyen... minek nevezik? Egy ilyen gyilkosságra, akkor előre tudsz ugye ruhát is, meg cuccokat gyűjteni mindenhova. Itt van. Ezt csak cipelni tudod? Nem tudsz átöltözni bele? Ja, van ilyen belső nézetünk is. Viszont, ha jól sejtem, ha kimegyek a női fürdőbe, akkor lehet, hogy oda be tudom rakni, és át tudjuk venni. Így át tudunk öltözni rá. Ó, nagyon jó. Tökéletes. Vissza is öltöztünk a rendes ruhába. Easy peasy, srácok. Teljesen jók vagyunk. És most ér véget az ebédszünet. Hát, ez ennél tökéletesebb nem is lehetne. Összehoztuk. Nem kell ide izé nagy ismerettségek, meg ármánykodást. Egy gyors izé, minek hívják? Olló a szívbe. Na, a fizikumunk meg szerintem eléri a maximális szintjét. Most már vissza tudunk küzdeni a tanárok ellen, hogyha próbálnak minket elhúzni, illetve tudunk tologatni meg húzogatni nagy nehezebb dolgokat. Cleaning időszak. Menjünk haza. Kíváncsi vagyok, mi történik, ha haza megyünk. Most már végeztünk. Achievement unlocked. Attack. Oké, menjünk aludni. Kíváncsi vagyok, hogy reagálnak-e valamit, vagy valami történik. Oké, elintéztük a riválisunkat,
És most járhatunk iskolába, vagy skippelhetünk. Az iskolába járás lenne az értelmes, hogy gyűjtsünk mindenfélét. Viszont haladni akarok, meg akarom nézni, hogy mi történik. After eliminating that girl, I thought my senpai would be safe. Egyébként összesen 10 lány van, minden igaz. But now, I have a new problem to deal with. És most nyomoznunk kéne utána. És kezdődik minden előről. Ja, de most viszont hétvége van. Hát figyeljetek, azt kell mondjam, ez a játék egyébként lenyűgözött. Van még egy kérdőjeles hely is, ahol majd tudunk menni. Ja, nem tudom, hogy visszatérek-e majd hozzá, hogy végigjátszom a játékot. Ha végigjátszom, akkor nagyon lassan fogom csinálni, nem fogok így gyilkolászni, mint most ebben láthattátok ebbe a videóba. Remélem viszont jól szórakoztatok, írjátok le a véleményeteket a komment szekcióban, hogy mit gondoltatok a játékról, és a legközelebbi videóig, addig is sziasztok!